Sicvis pacem parabellum. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Jó reggelt kívánok, ez itt már a napindító, én Perjési Tamás vagyok. Ez pont a lényegében Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, amikor arról értekezett, hogy úgy lehet megállítani Oroszországot, hogyha felkészül egy háborúra Európa. Milyen környezetben hangzott ez el? Mit jelent ez a gyakorlatban? Ezzel kezdünk már is Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel, de itt van Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk is. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok, köszöntöm Somkutira a nézőket is, szervusz Tamás! Kezdjük akkor ezzel a kijelentéssel. Arra kérném szépen, hogy értelmezzük azt, amit mondott Charles Michel. Ja, ez a mondás, ez a Krisztus utáni 4. századból Vegéciusnak a művéből származik, az egyetlen olyan római kori részletes, részletben fönnmaradt hadelméleti mű, amit gyakorlatilag utána a középkorban, sőt az újkor elején is használtak, miután a nagy teoretikusok, mint például Szász Móricz vagy Monte Cuccoli megjelentek volna a színen, tehát egy 1000 éven keresztül forgatott műről beszélünk, ezt a mondást gyakorlatilag mindenki ismeri, például a Parabellum lőszernek a neve is ebből a mondásból származik. Na most azért nagyon érdekes, hogy Charles Michel Vegéciushoz hasonlítja magát, vagy Vegéciust idézi, amikor szerintem fogalma nincs a hátteréről. Tehát engem az zavar folyamatosan a jelenleg nyilatkozó európai politikusokról, vagy politikusokban, hogy olyan dolgokról beszélnek, amiről szemlátomást elképzelésük sincs. Tehát erről majd beszélünk a későbbiben, egy hadsereghez nem csak fegyver kell, hanem katona is. Na most a hadsereg nyilvánvaló okokból egyik legkonzervatívabb rendszer a világon. Egész egyszerűen bármilyen újítás, amelyik nem működik, az emberek életébe és vérébe és sérülésébe kerül. Tehát, és innentől kezdve van egy hagyományos, tradicionális felépítés, amit az Európai Uniónak sikerült elég hatékonyan szétvernie. Tehát nemrég jelent meg az a hír, hogy egyre több katona szerel le az európai hadseregekből, mert nem látja biztosítottnak a jövőjét, illetve nem látja azt neki, miért kéne meghalni azért az unióért, amihez semmi nem köti. Tehát valóban föl kell készülni arra, hogy Oroszország egyszer katonailag lép föl Európa ellen, látva gyengeségét, tehát ehhez az európai elitnek konkrétan 180 fokot kéne változni, és nem 360-at. Beszéltük itt az adás előtt az, hogy egyfajta háborús pszichózis figyelhető meg, meghatározó európai országok részéről, és pont azt beszéltük, hogy felelős politikus, pláne hogyha felelős vezetőről van szó, adott ország élén, vagy adott nemzetközi szervezet élén, értem itt az Európai Uniót, vagy Macron elnököt Franciaország részéről, nem mondhatna ilyet. Igen, a gyerekkoromban nagyapámnak volt egy ilyen mondása, hogy nem játszunk a gyufával a hordó mellett, ha tele van, akkor azért, de hogyha üres, akkor meg baromira nem megyünk a közelébe, mert az viszont robban is. Tehát, hogy ezt a tudást úgy néz ki, nem kapták meg a nagyszüleiktől ezek a politikusok. Tehát a háború jelenleg nem olyan, mint az elmúlt évszázadokban volt. Nincs hadüzenet. És onnantól kezdve, hogy mikor áll be egy háborús állapot, mikor áll be a hadi állapot, hogy ezt a fogalmat használjuk, azt alkalmattan a másik fél dönti el. Tehát azzal fenyegetni egy országot, és most hagyjuk, hogy Oroszországról, egy atomhatalomról van szó, amelyik bebizonyította, hogy tud és akar fegyveres erővel fellépni, hanem bárki mást háborúval fenyegetni, az nem egy jó dolog, mert bármikor a másik dönthet úgy, hogy akkor háború van, mert azt mondtad, és abban az esetben, hogyha úgy állunk, mint az Európai Unió, hogy a katonai szempontból bokáig le van tolva a nadrágja, azzal fenyegetőzni, hogy utolérlek és lesprintellek, az egy elég vicces szituáció lenne. Tehát gyakorlatilag megpróbáljuk Usain Boltot lefutni, az én testalkatommal is letolt nadrág alá. Sok sikert kívánok mindenkinek hozzá. Tehát annyira nem lehet komolyan venni ezeket a fenyegetőzéseket, hogy szerintem a másik oldal nem is veszi komolyan őket. Tehát nyilvánvalóan megszületett egy felismerés, amit egyébként szakértők már 20 éve mondogatnak, az európai hadseregek kritikus állapotban vannak, és most próbálnak valamit tenni, de hát ezt egy Európai Uniós politikus módjára teszik, olyan setes után, előzetes hatástanulmányi tudás nélkül. Hogyha mindenhez hozzáveszünk azt, hogy 1 millió lőszerről volt szó, amellyel támogatná Ukrajnát Európa, és ebből jelenleg úgy néz ki, hogy több mint a felét 520 ezret sikerült leszállítani, és évvégig 630 ezret ígérnek, akkor az is látszik, hogy valóban ezek a képességek, amikről szó van, ami kellene akár ahhoz, hogy mondjuk háborúra kész legyen Európa, akkor ez jelenleg nem áll fent. Mennyivel van lemaradva, hogyha így nézzük Európát például Oroszországhoz képest? Nagyon. Az európai hadseregek nem csak a stratégiai tartalékaikat számolták fel a legtöbb esetben, hanem a hadipart is elsorvasztották. A hadiparnak van egy olyan rossz és csúnya jellegzetessége, hogy általában viszi a pénzt, amikor háború van, akkor nagyon nagy szükség van rá. És ezt a fajta felismerést, hogy a hadipart nem lehet a semmiből létrehozni, ezt Európában elfelejtették. Ez Egyesült Államokban is tegyük hozzá egyébként, csak ők azért kicsit komolyabban állnak ez a kérdéshez. Oroszországban és Kínában és egyéb helyeken nyilván azért a történelmi hagyományok miatt állami hadipari vállalatok vannak, amelyek azokat a kapacitásokat, amik piaci alapon gazdaságosan nem működtethetőek, egyáltalán nem működtethetőek, ezeket az állam tartotta fönt, pontosan azért, hogyha háború van, aminek kicsi volt az esély, de most sajnos háború van, akkor ne kapkodva kell valamit összerángatni. Tehát a nyugat
az ígérete jelenne, valószínűleg 2026-ra tudja csak fölpörgetni a lőszergyártását, és akkor fog tudni kb. 2 millió lőszer gyártani évente tüzérségi lőszerről, 150 mm-es tüzérségi lőszerről beszélünk. Oroszországban ez a szám már most 2 millió, valószínűleg 3 millió lesz jövőre, és ott áll mögötte Irán, Észak-Korea, és bizony lehet, hogy Kína is. Tehát innentől kezdve a nyugati kapacitások egész egyszerűen nevetségesek. Az orosz stratégiai tartalékok például arra is alkalmasak, hogy havonta 100-150 harckocsit újítsanak föl, illetve 10-20-30-at építsenek hozzá, nem tudjuk pontosan mennyit. Nyugaton jelenleg harckocsit, egyedül Németországban gyártanak a Leopard 2-est, ebből a havonta 4-5 darab készül maximális tempó mellett. Tehát ezek az arányok mutatják, hogy a nyugat semmilyen szinten nincs kész arra, hogy egy háborúval nézzen szembe, és az alapvető problémát az jelenti, hogy egyrészt nem fognak munkásokat találni hadipari gyárakban, mert ezt máshonnan kell elvonni, ez egyik része, a másik meg ki fogja kezelni ezeket az eszközöket. Tehát itt egy nagyon-nagyon veszélyes helyzetben manőverezte magát a nyugat, és ebben a helyzetben inkább csöndbe kéne maradni, és csendben fókuszálni arra, hogy fölépítsük azokat az izmainkat, amikre hivatkozom megpróbálja kihívni a Neis Új Szander bajnokot. Jók ezek a sporthasonlatok, egyre inkább tetszenek, de akkor az orosz medve, mint hasonlat, ahol négyszeresére pörgették fel a hadigazdaságot, ezt Szergej Sojgu mondta még a múlt év végén, második felében. Franciaország, nem tudom, hogy tudja az elnök, de hogy leépítették a hadipart, hogy tisztában van-e ezzel, vagy nem, azt nem tudjuk. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, kell egy közös védelmi politika, egy érdemi kell, egy közös európai hadsereg. Na de hát miből? És akkor megint ugyanaz a kérdés, hogy felelősségteljes Európai Uniós politikusokról beszéltünk akkor, amikor olyan négyszeresére fölhozott orosz hadigazdaság, hogy ön is mondta, megtámogatva Kínával, Észak-Koreával, és van egy leépülő félben lévő fegyverénket kiszórtuk Európa, miért kell ez a háború pszichózis, hogyha felelős politikusokról beszélünk, amúgy is több mint két éve a világháború, harmadik világháború határán táncolunk. Miért kell ez? Hát mert nem felelős politikusok, tehát őket, az Európai Uniós politikusokat kiváltja le. Tehát, hogy itt ez az alapvető probléma, hogy létrehoztunk egy bürokráciát, és az alatt a pár év alatt, amikor a Honvédelmi Minisztériumban dolgoztam, civilként elmondták, hogy nagyon vigyázni kell egy bürokrácia létrehozásával, mert utána az önálló életekkel is harcolni fog a fönnmaradásáért. Tehát szerintem most két dolog motiválja az Európai Uniós politikusokat, ugye nyilván a választott nemzeti vezetőket az, hogy utána ők továbbra is hatalmon szeretnének maradni, másrészt pedig az Európai Uniós vezetőket az, hogy valami értelmet adjanak annak a szervezetnek, aminek most igazából sok célja már nincs, mert hát próbáltak átvenni feladatokat, de látjuk, hogy sikerült. Tehát itt egy nagyon-nagyon érdekes változási folyamatnak vagyunk a szemtanúi, és ebben a szavahihetőség egy kulcsfogalom lesz. Na most sokszor beszéltem már róla, hogy sok értelme nem menne Klitschkót, akármelyik Klitschkót kihívni boxmeccsre, de azért ezt látjuk. Tehát, hogy van egy elpuhult, elkényelmesedett, edzőtermet nagyon ritkán látott valaki, aki neki akar menni a Neis Új világbajnoknak. Hát azért sok sikert kívánok. Tehát ennyire valakinek nincs realitás érzéke, ezt már kívülről is látni kellene. És az igazi gond szerintem ebben az, hogy ők nem látják, hogy a társadalom része látja ezt a különbséget. Tehát lehet, hogy a tükörbe ő egy kigyúrt, kisportolt, 120 kilós sportembernek látja magát, de valójában ott van egy nem sportolt alkat, ugye én belenézek a tükörbe, pont ugyanezt látom, úgyhogy éppen ezért csendben vagyok a Neis Új világbajnokkal kapcsolatban. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a lakosság többsége számára egyértelműek. Tehát onnantól kezdve az a hitelesség, amiről Macronnak is olyan szívesen beszél, az egyre inkább megkérdőjeleződik. És nem azért, mert az események kérdőzik meg, hanem ők saját maguk. Innen folytatjuk majd 8 órát a Somkoti Bálinttal, úgyhogy akkor is tartsanak velünk, de terítéken még a gazdatüntetések, mi lehet annak a végkifejlete, ezt is górcső alá vesszük, érkezik hozzánk állandó szakértőnk Vidó Gábor, és ma is elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk, Dunda György, maradjanak velünk továbbra is. Európával kezdtünk, maradjunk Európában, hiszen Varsóban találkozott egymással a lengyel és a német védelmi miniszter, és kijelentették, hogy eleget tesznek a stratégiai iránytű feladatainak, hogy ez mit akar, már is mutatjuk önöknek. Mosolyogva és jókedvűen várt a hétfőn Varsóban a lengyel védelmi miniszter, hogy német kollégája Boris Pistorius megérkezzen a tárgyalásra. Katonai tiszteletadással kezdődött a találkozó, amely katonapolitikai témákkal, Ukrajna támogatásának kérdésével folytatódott. Március 26-án Lengyelország és Németország társvezetőként aktiválja a páncélozott erők koalícióját Ukrajna támogatására. Több partner, Nagy-Britannia, Svédország és Olaszország is kinyilvánította, hogy szeretne ennek a kezdeményezésnek a tagja lenni, jelentette ki a lengyel védelmi miniszter. De nem csupán európai országok kisebb csoportjai dolgoznak Kijev támogatásán. Brüsszelben hétfő ratifikálták azt a megállapodást, amely egy célzott segélyalap az úgynevezett békekeret révén 5 milliárd euróval,
azaz csak nem 2000 milliárd forinttal növeli az EU támogatását Ukrajna fegyveres erői számára. A döntést a magyar kormány konstruktív tartózkodása mellett fogadták el. Ugye a mi konstruktív tartózkodásunknak az ára az a jogszabálymódosítás volt, amelynek értelmében mi semmilyen politikai és semmilyen pénzügyi terhet nem vállalunk ebből az akcióból. Ez tehát azt jelenti, hogy a ránk eső 50 millió eurót ugye be kell fizetnünk, de annak a felhasználási célját mi határozhatjuk meg. A külügyminiszter arról is beszélt brüsszeli nyilatkozatában, hogy Magyarország az így megtartott összegeket saját stratégiai külpolitikai céljaira fordíthatja. Ilyen például az illegális migrációval szembeni küzdelem. És hogy mi minden történt még az elmúlt 24 órában, már is elmondja nekünk Árendes Péter külpolitikai szerkesztőnk. Köszöntöm a nézőket, igyekszem röviden összefoglalni, hogy több idő legyen ezekről az eseményekről beszélni, mint magát csak a hírt hallani. Ismét közzétette az orosz védelmi minisztérium legfrissebb hadijelentését, ez tegnap este történt. Ez szerint bevett az orosz hadsereg a Donyecki régióban lévő Orlivka települést, emellett Avgyivka és Donyecki környékén, továbbá Herszon megyében kedvezőbb állásokat foglalt el az orosz haderő, ezt a védelmi tárca közölte. Visszavertek-e közben az oroszok 8 ukrán ellenrohamot az elmúlt 24 órában, azok közül szám szerint 6-ot Avgyivkánál, és megakadályoztak egy áttörési kísérletet, amely Belgorod régióban található Kozinka falu ellen történt volna, ezt megakadályozták. Az ukrán hadsereg a harci érintkezési vonal mentén az elmúlt egy napban csak nem 600 katonát veszítette az orosz tárca közlése szerint. A legtöbben több mint 210 Donyecki körzetében vívott harcokban estek el, vagy sebesültek meg súlyosan. Ukrán részről is érkeztek hírek. Ukrán azt remél, hogy szövetségesei már áprilistól elegendő számú tüzérségi lövedéket fognak majd tudni átadni. Az ukránoknak főként Csehország kezdeményezés, mint ismert, Petro Pavel cseh elnök a múlt hónap közepén még a müncheni biztonsági konferencián mondta, hogy Csehország akár 800 ezer megvásárolható lövedéket talált, amelyet el tud esetleg adni, és néhány héten belül Ukrajnába tudja ezt szállítani. Petro Fiala pedig most jelentette be, hogy elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy az első 300 ezer darab tüzérségi lövedéket meg lehessen vásárolni, és át lehessen adni Ukrajnának. Ottawa, tehát Kanada jelezte, több mint 40 millió kanadai dollárral, átszámítva ez mintegy 11 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ilyen összegben fogja segíteni ezt a csehországi kezdeményezést, ami a lőszereket illeti. Az Egyesült Államok is amellett tette el voksát, hogy segíti továbbra is Ukrajnát, folytatja Ukrajna pénzügyi támogatását, annak ellenére, hogy a kongresszusban egyelőre elakadt az a javaslat, amely azt szorgalmazta volna, hogy segítsék Ukrajnát pénzügyileg, és újabb támogatásokat küldjenek Ukrajnának. Ezt az amerikai védelmi miniszter jelentette be Rammsteinben, hogy nem fogja hagyni az Egyesült Államok elbukni Ukrajnát, ez a koalíció, ami létrejött, nem hagyhatja elbukni Ukrajnát, és a szabad világ pedig nem hagyhatja, hogy Ukrajna elbukjon. Ezzel a három mondattal próbált erősíteni Lloyd Austin, hogy kiállnak Ukrajna mellett. A múlt héten a Fehérház bejelentette, hogy 300 millió dollár, ez csak nem 110 milliárd forintnak megfelelő összeg, ilyen értékben rendkívüli fegyver és lőszerszállítmány küld Ukrajnának. Erre volt talán reakció Rammsteinben a védelmi miniszter néhány mondata, Ukrajnát igyekeznek továbbra is segíteni, ugyanakkor tudni kell, hogy ez az összeg már az amerikai védelmi minisztérium a Pentagon által megspórolt költségekből kerül kifizetésre, tehát ez nem az az, amit elfogadtak volna a kongresszusban. Nem jövülhetnek el azok az ukrán diverzáns és felderítő csoportokhoz csatlakozott orosz állampolgárságú hazárolók által elkövetett bűnök, amelyekre sajnos sor került, így vélekedett Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor a Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgató tanácsának kibővített ülésén részt vett és rövid beszédet tartott. Ezzel arra reagált Putyin elnök, hogy az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoport főnöksége azt mondta, segítséget nyújt Ukrajna. Az oroszországi önkéntes hadtest, az Oroszország szabadsága légió, illetve a szibériai zászlóaj elnevezésű Oroszországban működő orosz önkéntes alakulatoknak, amelyek több diverzáns akciót kíséreltek meg végrehajtani a föderáció ellen. Eközben a harmadik végleges olvasatában szavazta meg kedden az orosz parlament alsóháza azt a törvénymódosítási tervezetet, amely felfüggesztetre változtatja a tényleges büntetést azon bűnelkövetők esetében, akik katonai szolgálatra szerződtek a különleges hadműveletek során. Párizs pedig 2000 katonát készít fel ukrajnai küldetésre, ezt az orosz külső hírszerző szolgált igazgatója, azaz a kém főnök mondta, Szergej Narishkin, aki azt mondta, hogy 2000 emberről van
van szó, ezt a francia fél ugyanakkor természetesen nem erősítette meg. És akkor azzal zárom mondandómat, amivel kezdtük, még Somkuti Bárinttal, szeretné átállítani Európát hadigazdaságra az Európai Tanács elnöke, mert fel kell készülni Oroszország elleni háborúra. Ez Charles Michel írta, két külön nyelven is megjelent cikkben, ezt közölték is. Az Európai Tanács elnöke szerint Oroszország meg fogja támadni az unió országait, és Michel úgy fogalmazott, hogy ha békét akarunk, akkor a háborúra kell készülnünk. És akkor én csatlakozom vissza a beszélgetés kapcsán ehhez a témakörhöz a részben, mert hogy kérdezem Somkuti Bálintot, hétfőn külügyi tanács ülésezett az Európai Unióban, az európai külügyminisztereknek a tanácsa. Ott is sok mindent megbeszéltek, most pedig a hét végén Európai Uniós csúcs találkozó van. A kettő közötti szünetben mondta ezt, amit mondott Charles Michel Európai Tanács elnöke, hogy megint ez a háborús pszichózis, és sok továbbra is az a kérdés, miért van szükség erre Európában, miért kell ezt ennyire erőltetni, amikor kerekperec az orosz fél is megmondta, nem kívánja Oroszország a NATO bármely tagállamán hadat viselni. Mert bocsánat, leszögezte ezt Vlagyimir Putyin elnök, megerősítette ezt azt követően, hogy megnyerte a választást. A politikusoknak az a dolguk, hogy olyan dolgokat csinálnak és mondjanak, amelyekre a céljaikat érik el, és nem az, hogy a valóságot mutassák be. Tehát ennek következtében jól esik ezeket a szavakat hallani, hogy egy velünk határos, de azért nem túl barátságos állam nem akar minket megtámadni, de ettől függetlenül nem készülhetünk arra, hogy ez valóban így is lesz. A katonai tervezésnek az az alapelve, hogy a legrosszabbra készül az ember, és a legjobbra reménykedik. Tehát nekünk a legrosszabbra is föl kell készülnünk, mert nem állhatunk ott a általam sokszor emlegetett hasonlata letolt nadrággal, amikor valami baj történik, hanem tudunk se futni, se harcolni. Tehát az Európai Uniónak valóban föl kell készülni arra, hogyha akár van NATO, akár nincs NATO, meg tudja védeni magát. Ez egy teljesen normális, logikus dolog. Az igazi problémát az jelenti, hogy általában, ha az ember nem agresszív szándékokkal teszi ezt, akkor nem nevezi meg az ellenséget. Tehát ő azt mondja, hogy a saját biztonságom érdekében mindenre föl kell készülnem. Na most onnantól kezdve, hogy kijelöljük az ellenséget a környékünkön, tehát a legerősebb hadsereg képében, majd nem teszünk semmit, az egy eléggé, hogy mondjam, önbeteljesítő jóslatnak tűnik, és egy elég alacsony hatékonyságú stratégiának. Tehát ahhoz, hogy ezek a szavak megvalósuljanak, ahhoz nagyon komoly szemléletváltás lenne szükség, és nem csak abban, hogy a különböző migráns és egyéb tevékenységekre vagy genderületekre költünk millió és milliárd eurókat, hanem komoly összegeket költünk a hadseregre és a hadviselés, vagy a háború eszméjének, vagy az önvédő háborúnak a gondolati sikon történő felkészülésre is. Na most ez nem megy anélkül, hogy ez a neoliberális globalista elit ne változtassa meg jelentősen a hozzáállását. Megmerem kockáztatni, hogy több mint 180 fokos fordulatra lenne szükség ehhez, hanem is 360 fokra. Tehát gyakorlatilag egy olyan drasztikus változás kellene, amit nem látok még, hogy indítanának el. Tehát azzal, hogy több pénzt fizetünk a katonáknak azért, hogy meghalljanak valamiért, amiben nem hisznek, ez nem így működik. Tehát az zsoldosnak hívják, nem katonának. Tehát egy olyan folyamat ott próbálnak eladni nekünk, ami egyrészt valóban gerjeszti a háborús szorongást, másrészt pedig igazából tényleges tartalom egyelőre nincs. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog ezekből a nagy szavakból következni, én azért elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Már az első blokkban beszéltünk erről, hogy megfigyelhető egy olyan jelenség, hogy azok, akik eddig katonák voltak ezekben az országokban, is most már inkább leszerelnének, vagy szerelnek le egyre többen. Ez egyfajta látlelet is, hogyha megnézzük a társadalmakat, hogy egyre kevesebben akarnak katonák lenni, azok, akik pedig katonák, azok is inkább leszerelnek. Minek a látlelete ez? Hát ez az Európai Unió által már sokszor élesen kritizált hagyományokhoz, a fegyveres erőhöz való hozzáállásának az eredménye, és igazán meglepő, hogy olyan galambok, mint például a német zöld párt, a Bündnis 90, aki gyakorlatilag alapítása óta a fegyveres önvédelmet is elutasítja állami szinten, az most hirtelen háborúba akar keveredni Oroszországgal. Vagy Emmanuel Macron, aki szintén állandóan arról beszélt, hogy erőszakra semmi szükség nincs, most arról beszél, hogy a francia hadsereg, ami egyébként körülbelül Csipke-Ruzsika álmát alussza, nem saját szándékából egyébként, az most hirtelen föl fog támadni, és Grand Army-ként ront Oroszország és egészen Moszkváig hatol. Tehát ezek a kijelentések, ezek nagyon-nagyon távol vannak attól, amit reálisnak lehetne nevezni. Ugye a Politico-ban jelent meg egy olyan cikk, amelyben a francia hadseregbe beindult leszerelési hullámról beszél, ugyanis most, hogy ugyanúgy a német hadseregben a háború kitörésekor fölismerték, hogy alkalmatlan az idióta politikusok, már bocsánat a kifejezésre és tisztelt a kivételnek, megint háborúba vezetik őket, ők nem akarnak ebben részt venni, ez a francia hadseregben most derült ki, és most esett le nekik, hogy bizony a politikusok mondanak olyanokat, amiket nem, hogy nem lehet megvalósítani, hanem egyesen öngyilkosság. Tehát az a fajta számok, amit egyébként, ha jól emlékszem, egy századvég felmérés mutatott ki, hogy Európában hányan hajlandóak harcolni az országokért, nem az, hogy hányan hajlandóak idegen országba harcolni, hanem a saját hazájukat hányan védenik meg, az Nyugat-Európában jellemzően 30-40% körüli számot jelent.
Itt arról van szó, hogy a lakosság hadrafogható, behívható aránya a lakosság részén belül mekkora arány lenne harcolni egyáltalán. De most ezek közül mekkora az, amik alkalmas is, erre az egy másik kérdés. Tehát itt azért olyan megdöbbentő dolgok derülnek, amiket előre lehetett sejteni. Tehát engem megkérdeztek volna ezelőtt a felmérés előtt, hogy mekkora arányt mondani, én biztos, hogy 50% alatti számot mondtam volna, mert ez egész egyszerűen nem, hogy nem divatos, hanem kifejezetten üldözött tevékenység volt. Tehát amit sokszor elmondott példám, biztos, hogy nem volt ilyen, de jól mutatja ezt, hogy a tábortűz körül népdalokat éneklő csoport már szélső oldalnak minősül, akkor mit gondolunk azokról, akik ténylegesen mondjuk elszoftozni jártak katonai egyenruhába, például, mert ahhoz az illik, vagy paintballozni. Tehát az a világ, amelyik mindenkire, aki valamilyen szinten, és nem mondom militarista, hanem vonzódik a katonaság vagy a honvédelem iránt, az gyanús volt egy szélsőjobboldali, az mire alapozva akarja megvédetni az állampolgárjával ezt az egész eszmét. Tehát olyan, hogy EU ideológia olyan nincs, ami van, azt meg nem fogja senki megvédeni, mert se az LGBTQ, se a gender, se az egyéb ilyen neoliberális baromságokat, a woke-ot nem fogja senki támogatni annyira, hogy meghajjon érte. Vannak egy páran ilyenek, de ez nem egy hadsereg. Tehát, hogy gyakorlatilag az egésznek az alapjai hiányoznak. Tehát az egész katonai alapja hiányzik, amely benne van a haditechnikai, a hadipari, és benne van a morális, pszichológiai, ideológiai része is. Benne lehet-e bármilyen szinten az Egyesült Államok olyan szinten, hogy a háború kirobbanás óta arról beszélünk, hogy egyfajta proxy háború zajlik, amiben masszívan benne van az Egyesült Államok, de papíron csapatokat nem küld, szakembereket esetleg igen, sőt azt tudjuk, hogy Ben Hodges tábora már 14 óta ott van, és oda telepítettek minden olyan fontos dolgot, amely Amerikának és szerintük Ukrajnának szükséges volt, de 2022. február 24-e óta papíron nem küld csapatokat, de most 2000 főről beszélt, ha nem amerikai, akkor francia állampolgárokról, Szergej Narishkin orosz kémfőnök. Ebben lehet valami, hogy a proxy háború, hogyha nem, mi vívjuk meg személyesen, majd esetleg francia katonákkal, és akkor itt már bele illik a szöveghez mérten a Macron-féle kijelentés, hogy 2000 főről beszél első körben az orosz kémfőnök? Benne lett a pakliban, ugye Petr Pavel volt NATO tábornok, jelenlegi cseh elnöknek volt egy nagyon érdekes kijelentése és nagyon érdekes interjúja a napokban, amikor arról beszélt, hogy kiképzőként, karbantartóként és úgynevezett kiszolgáló csapatként terveznek oda európai csapatokat küldeni, ami nem ellenkezik a háborús szokásjoggal. Ebben teljesen igaza van egyébként. Tehát elképzelhető az, hogy az ukrán hátországba telepítenek több ezernyi vagy több tízezer főnyi nyugati katonát, akik közvetlen a harcokban nem vesznek részt semmilyen szinten, tehát még légvédelmi tüzérként vagy éppen hagyományos tüzérként sem, hanem egész egyszerűen azoktól a feladatoktól igyekeznek mentesíteni az ukránokat, amelyeket nagyon magasan képzett szakemberek kellenek. És akkor a felszabaduló erőket ki lehet vezényelni a frontra. De mondjuk én megkérdezném azt, hogy egy ilyen javító bázis az ugyanúgy a katonai szervezetnek a része. Ha egy ilyet ér rakétatámadás, vagy akármilyen más támadás, az egy teljesen jogos harci cselekmény. Tehát utána nem lehet szitkozódni, újjal mutogatni és mindenféle szokások felrúgását emlegetni, ha egy ilyen katonai létesítmény támadás ellenben halálos áldozatok is lesznek, alkalmatán akár több tucatnyian vagy több százan is. Tehát egy ilyen eseményre vajon föl van készülve Európa? Az Egyesült Államokban mindig az szokott lenni a mondjuk a választóvonal, amikor elkezdenek a hullazsákok megérkezni, egyébként az amerikaiak ezt nagyon látványosan csinálják, letakart koporsókba érkeznek a halottak, katonai halottak, stb. És akkor utána ezeket megfelelő tiszteltadás mellett viszik a katonai temetőkbe. Európára semmilyen szinten nincs fölkészülve. Tehát amikor mondjuk, és nyilván meg is lesznek a megfelelő média visszhangja, ha más nem az oroszok gondoskodni fognak róla, amikor megérkezik az első szállító repülő a több tucat vagy több száz halottal, annak mi lesz a visszhangja abban az Európában, ahol az embereknek amúgy is egy ellenésző kisebbség akar harcolni, és amúgy se akar háborút. Tehát szerintem ezek olyan lépések, amik az amúgy sem túl stabil rendszer tovább fogják alásni. Akkor engedjen meg még egy kérdés, mert hogy arról kell, hogy beszéljünk, hogy Ukrajna és Oroszország, ez két nemzet, két testvér nemzet, két országnak a háborúja. Miért kell ezt kiszélesíteni, és nem Európa háborúja, nem az Európai Unió háborúja, nem a NATO, nem a NATO tagállamok háborúja. Miért kell elve ezzel nekünk foglalkoznunk, így geresztődik ez a háborús pszichózis isten igazából. Ez két testvér nép háborúja. Én azt szoktam mondani, hogy legalábbis az egyetlen logikus magyarázatom erre, hogy van egy olyan ideológia, amit én szoktam egyébként modern vallásnak is nevezni, persze Isten nélkül, ez az emberjogizmus, vagy a jó emberkedés vallása, amiben minden ilyen dologba bele kell állni. És ez a vallás, hogy egy vallást az úgy kell elképzelni, hogy mindig vannak a jó emberek, akik követik az elveket, meg vannak a rossz emberek, akik ezzel szembenek, és van a sátán, minden egyes vallásnak van sátánja, aki az elpusztítandó ellenség. Na most ebben az esetben ezt a szerepet Vlagyimir Putyinra osztották nyugaton. És onnantól kezdve minden jó embernek, most a nyugati szemszögben mondom, a jó ember
emberkedés vallásának a szemszögéből, minden hithű vallásos embernek küzdenie kell a sátán ellen, akár tettekkel, akár pénzügyek, akár bárhogy, de küzdenie kell. Na most ebben az esetben a probléma az, hogy ez a küzdelem ez nem egy ideológiai síkon zajlik, hanem konkrét fizikai háború formájában, amiben a jó emberkedő vallás hívői nem állnak túl jól. Tehát én csak erre tudok gondolni, hogy egyfajta ilyen vallási fanatizmus áll mögött, el is neveztem őket euroiszlamistának, és sokszor használom is ezt a kifejezést, tehát ők egyfajta ilyen hevületben gondolják ezt az egészet, csak azt felejtik el, hogy amíg az ember a belső küzdelmeit, a belső sátáni kihívások ennek küzdelmét le tudja rendezni belül és a saját magánügye, addig ezt a küzdelmet egy anyagi síkon akarják megvinni, amiben anyagi síkon azért nagyon komoly anyagi eszközök is kellene hozzá, amiket egyszerűen nem adottak. Hogy engem az érdekel, hogy mi lesz akkor, amikor ez a vallásos küzdelem kudarcot vall, és az ő sátányuk győz, akkor mit fognak csinálni? Tamás, engedj meg még egy kérdés, bocsánat, tudom, hogy szinte már neked járna és dukálna a szó, de ezt Európa, a NATO, az Egyesült Államok, az Európai Unió tette magáévá ezt az orosz-ukrán fegyveres konfliktust. Tehát erre semmi szükség nem volt, mert ebben leépülnek bizonyos kontinensek, bizonyos országok, leszámítva az Egyesült Államokat, de itt még igen, a kulcs az az, hogy magáévá tette bizonyos szervezet, bizonyos tagállami tömörülés, tagállamok tömörülése, tehát ez itt nagyon nincsen rendjén. Hát én ahogy mondtam is, hogy ez tovább gyengíti az amúgy sem túl acélos rendszert. Tehát onnantól kezdve, hogy van egy küzdelem, amiben beleállunk, egzisztenciális magasságba emeljük és elveszítjük azt, onnantól kezdve az egész hiteles, ez egész rendszer válik hiteltelenné. És ez tipikusan az, amit teniszben úgy mondnak, hogy ki nem kényszerített hiba. Tehát gyakorlatilag beleálltak egy olyan küzdelembe, ami az elméletileg sok közvetlen érdekük nem fűződött, felemelték a tétet arra az egzisztenciális szintre, amit éppen a másik oldal is magáinak van, és Putyin elnök ezt többször elmondta, hogy az ő számukra ez egy egzisztenciális küzdelem. Csak azt felejtettük, hogy az oroszok nem az európaiak. Oroszországnak hadszeratom töltete van, mert van 1 millió katonája, meg több ezer harckocsia, meg harcjármű, Európának meg nincs. Pláne nincs olyan, amit el tudnak küldeni. Tehát innentől kezdve, hogy ezt az aszimmetrikus küzdelmet fölvállaltuk, és valószínűleg veszteni fogunk benne, onnantól kezdve megkérdőjezik az minden, amit mondanak, ugye én már várom ezt a pillanatot, megmondom őszintén, és nem azért, hogy az oroszok győzzenek, hanem azért, hogy ez a sok felfogalkodott, beképzelt hólyag, aki konkrétan a mi életünkkel, a gyerekeink és unokáink jövőjével játszik teljesen felelőtlenül, az végre kudarcot szenvedjen, és meglássa azt, hogy milyen az a valóság, amit az elmúlt 20-30 évben tagadott. Nincs abban valami ellentmondás, hogy ugye egyrészt Európában támogatják fegyverrel a legtöbben Ukrajnát ebben a háborúban. Ugyanakkor például a lengyelek az egyik legnagyobb szószólója ennek az egésznek. Tudjuk, már beszéltünk róla, történelmi okai is vannak, hogy az oroszokkal szemben miért úgy helyezkednek ebben az egész konfliktusban, ahogy. De van a gabona kérdés, és abban látjuk, hogy azért mekkora vita van Lengyelország és Ukrajna között. És most már Emmanuel Macron is beszélt arról, hogy fordulhat a kocka gabona fronton, és most már az Európai Unióban ez benne volt pont a híradónkban is, úgy néz ki, hogy fordulhat a kocka, ami az ukrán gabonát illeti, és akkor ugye fegyverrel ugyan támogatjuk Ukrajnát, de mégis lehet, hogy gazdaságilag pedig keresztbe teszünk neki, vagy nehezítjük a helyzetüket. Ugye ez egy érdekes megközelítés. Ebben van-e ellentmondás, és hogyha van, akkor ez egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ez így van, mert hogy ez politika, vagy minek köszönhető ez az egész jelenség? Én erről a témáról egy doktori disszertációt tudnék írni. Tehát, de nem csak én, bárki más. Tehát, hogy elindulunk onnan, hogy nem adunk semmit, csak sisakot, védőfelszerelést, stb. Eljutunk odáig, hogy tüzérségi lőszert adunk, eljutunk odáig, hogy harckocsikat adunk, eljutunk odáig, hogy repülőgépeket adunk, eljutunk odáig talán, hogy cirkáló rakéták adunk Németország részéről, és közben meg a retorika az folyamatosan változik. Tehát, hogy hogyan lett a galambol héja, ez az egyik történet, erre egy stratégiai kommunikációs disszertációt lehetne felépíteni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy eközben van egy folyamat, amikor állandóan ukrán gabonáról beszélünk. Csak azt felejtjük, hogy az ukrán gabonát az valóban Ukránába termelték meg, de a tulajdonosai nem ukránok. Amerikaiak 80%-ban és 20%-ban egy francia cég körülbelül, vagy kettő. Tehát, hogy látszik egy folyamat, amiben van egy globalista érdekkör, akinek az érdekei mindent visznek, mindent. És ez ellen fölkeltek az európai gazdák, mert konkrétan a megélhetésüket teszi tönkre az egyébként a sok esetben rosszabb minőségű, sok esetben génkezelt, sok esetben tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán gabona, és ők azért még mindig rendelkeznek akkora politikai erővel, hogy erre rákényszerítik a politikai vezetést. Egy dolgot hagyd mondjak el, mindig elfelejtik, hogy a Lengyelországban három pártnak a koalíciójában állt össze a jelenlegi kormánykoalíció, amiben az egyik a harmadik útnak nevezett pártszövetség, ott van a lengyel parasztpárt. Nyilván a lengyel parasztpárt a gazdák érdekeit képviseli. Ha nem állnak be mellé, borul a koalíció. És onnantól kezdve visszajönnek Kaczynszkék, akik ugye névleg megnyerték a választást, csak nem tudtak kormányt alakítani. Hogyha Franciaországban a gazdák ugyanazt folytatják, amit például a sárga mennyesek csináltak, akkor konkrétan bedöntetik az egész gazdaságot és az országot is. Tehát
Eljutott az a pillanat, amit egyébként nagyon érdekes, hogy onnan indultunk el, hogy nem adunk semmit, és most már inkább embereket adunk, hogy pénzt ne kelljen. Ugye van egy nagyon jó történelmi párhuzam, amikor Mária Terézia segítséget kért a magyar nemességtől, hogy a karján a újszülöttjével, és akkor a magyar nemesség felállt, és a történeti hagyomány szerint azt mondta, hogy életünket és vérünket adjuk a királynőért, de búzát vagy zabot nem adunk. Tehát, hogy elmegyünk és harcolunk az eszméért, de pénzzel nem támogatjuk az egészet. Na most az az Európa, aminek egyre kevesebb saját fia van, és pénze még ugyan akadna, az most azt mondja, hogy inkább vért adunk, de pénzt nem. Tehát innentől ez az egész, kiderül az, hogy egy óriási, álszent, és most bocsánat a kifejezésért, kamu volt az egész. Tehát amíg mi ezt megtehetjük, hogy nagy hangon hőzöngünk, hogy elmondhatjuk, hogy Oroszország nem nyerhet, addig ez valóban így van, amikor kiderül, hogy embereket kéne küldeni, és bizony most már nagyon a politikai támogatottság is megint, akkor meg visszakozunk. Tehát most akkor vagy vannak elveink, vagy nincsenek. És ezért érdemes nagyon óvatosan politizálni, mert előbb-utóbb az ember, amit blöfföl, az előbb-utóbb be is hajtják rajta. Most eljött az igazság pillanata, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen döntés fog születni. Valószínűleg az, amiről szó volt, hogy vissza fogják vonni ezt a rendkívüli kedvezményt, amúgy is megalkotásnak a pillanatában szembe ment minden európai érdekkel. Mit jelenthet mondjuk Lengyelország szempontjából Ukrajna, hogyha a területi egységét nézzük, mert hogy ha megegyeztek abban, vagy most van éppen az a fázis, hogy megrajzolják Ukrajnának a határait, mert hogy ez sem kizárt, nagyhatalmak szoktak ilyet csinálni, tudjuk a történelemből. Milyen területi igények merülhetnek föl Lengyelország részéről, mert kicsit Varsó olyan, mintha kettős játékot játszana, elhitet valamit, van egy kormányválság, egy választás, az ellenzékből lesz kormánypárt, utána területi igények állítólag vannak, de hogy még sincsenek, ezt nem lehet vállalni a médiában. Ha szétesik Ukrajna, akkor mire számíthat és mire készülhet mondjuk Varsó? Ez egy kitűnő kérdés, ugyanis a nyugati rendszer azon alapszik, hogy a határok megváltoztathatatlanok, erről én is többször beszéltem már. Az a fajta szélsőségesen neoliberális gondolkodás, amit egyébként az állítólagos konzervatív Tusk kormány képvisel, abba ez nem illik bele. Viszont ahogy láttuk, hogy a lakosság nyomására a gabona megállapodásból kiátráltak, úgy előfordult, hogy a lakosság nyomására ezen a területen is változtatnak. Na de akkor mi történik az Európai Unióval meg a magasztos eszmékkel? Tehát, hogyha Varsó azt mondja, hogy ha akár nem is vonul be katonák, egyébként valószínűleg be fog vonulni, hiszen a békét meg a stabilitást garantálni kell, és ha nincs fegyveres, amelyik ezt garantálja, akkor nem lesz se békés, se stabilitás, abban az esetben nagyon érdekes csapdába kerülhet, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy lesz-e politikai bátorsága, szerintem nem egyébként Tusknak erre nemet mondani. Tehát onnantól kezdve, hogy egy instabil helyzet alakul ki a határaik mellett, onnantól kezdve valamit lépni kell. És a Bosznia-Hercegovina annexiójával kapcsolatban mondták azt az osztrák-magyar monarchiáról, hogy nem azért volt probléma, hogy annektálta ezt a területet, mert bármilyen hátránya származhat benne, hanem az az instabilitás, ami Bosznia-Hercegovinában van, az átterjedhet a szomszédos területekre is, és ezáltal bomlaszthatja fel az egész monarchiát. Nem így történt egyébként, de az esély megvolt rá. Na most ha belegondolunk abba, hogy van a határaink mellett több millió ember, van egy határ, ami helyek közel átjárható kell, hogy legyen, hiszen abban az esetben, hogy ez a probléma kialakul, annak közel nem mondhatjuk azt az embereknek, hogy nem jönnek, az a saját belpolitikai, gazdasági stabilitásunk felbomlásával fenyeget. Akkor megkockáztatjuk azt, hogy bedöntjük a saját országunkat, vagy lépünk valamit, ami ezt megelőzi. Tehát innentől kezdve, hogy a realitással találkoznak az elvek, általában az elvek szoktak alul maradni. Tehát egy ilyen helyzetben a varsói döntés nagyon komoly dominókat dönthet fel, és nekem komolyabb összegben fogadtam is már egyébként csokoládéba, alkoholmentes pezsgőbe és ilyen dolgokba, hogy milyen lépéseket fognak tenni az adott országok, hiszen nem Varsó a realitás talaján fog állni, nem az elvek alapján. És ha nézzük Varsót és azt a hármas koalíciót, amit képvisel Franciaország, Németország és Lengyelország. Most ugye pont azzal kezdtünk itt a második blokkban, hogy találkozott egymással ismét a lengyel, illetve a német védelmi miniszter, akkor ez mekkora erőt képvisel ez a hármas, úgy unblock, hogyha nézzük az Európai Uniót, meg egyáltalán Európát, akár katonailag, akár hogyha megnézzük, hogy mekkora politikai súlya a döntéseknél. Döntő súlyt képvisel, tehát amit Franciaország és Németország akar az Európai Unióban, az úgy lesz. A többi államnak egészen nincs ehhez megfelelő érdekérvényesítő képesség, nincs megfelelő ereje, különösen úgy, hogy Nagy-Britanniát kitessékelték az Unióból. Tehát innentől kezdve, ez a három ország, akkor az úgy lesz. De nagyon érdekes, hogy Zbigniew Brzezinski már a Nagy Saktábla című művében fölvázolta ezt a államszövetséget, akkor még Ukrajnával kiegészítve. Tehát gyakorlatilag ez a három ország, ami egyébként egyértelműen Amerika barát politikát folytat, ez az amerikai érdekeket képvisel minden további nélkül, ami nem feltétlenül baj egyébként, csak hát még megnézzük, hogy David Pressman mit szokott Magyarországon csinálni, az emberek megvannak a kétségei azzal kapcsolatban, mennyire szolgálják az adott ország érdekét ezek a dolgok. Tehát amiket ők eldöntenek, az nagyjából úgy lesz az Európai Unióban. Az igazi kérdés az igazi problémát az jelenti, hogy egész egyszerűen most egy háborúval kapcsolatban akarnak föllépni, egy
katonai fenyegetést akarnak elhárítani, csak ennek nincsen meg a megfelelő háttere. A lengyelek nyilván történelmi okokból sose hanyagolták el a hadseregüket, de a németek és a franciák igen. Tehát ehhez a lengyel hadsereg, ami gondoljunk bele, hogy a Franciaország, a 60-valány milliós Franciaországnak, a közel 70 milliós Franciaországnak a 120 ezer fő a szárazföldi hadserege, a 80-valány milliós Németországnak 200 ezer fő, és a 40 milliós Lengyelországnak 100 ezer fő plusz 50 ezer fő területvédelmi. Tehát a lengyelek nem felejtették el, mit jelent az, hogy háború, mit jelent az, hogy nem tudják megvédeni magukat. A franciák meg a németek a szándékok ellenére sem fogják tudni 5-10 éven belül, ha csak nem történik drasztikus változás, újraépíteni a fegyveres erőiket. Tehát valóban jelentős súllyal bír ez a fajta szövetség az Európai Unión belül, de az Európai Uniónak az a jelszava, hogy egység a sokszínűségben. Hogyha elnyomják a sokszínűséget, ez a három ország letör mindenki mást, aki ellenvéleményben megfogalmaznak, milyen alapon beszélgetünk erről a véleményről, vagy milyen alapon beszélünk erről a jelszóról. Tehát azokat a nem kőbevésett, de elfogadott alapszabályokat durván erőszakosan fölülírni, annak mindig súlyos következmény szoktak lenni. Somkuti Bálint, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Visszavárjuk. Önöket pedig visszavárjuk a következő kis szünet után, hiszen érkezik hozzánk állandó szakértőnk Biddó Gábor, terítéken tehát a gazdatüntetések, mi lehet majd a végkifejlet, illetve ma is elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk, Dunda György, maradjanak velünk továbbra is. Sok szeretettel köszöntjük Önöket, ez itt továbbra is a napindító, itt vagyunk Árendás Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, és köszöntjük itt a stúdióban Bidló Gábort, a Buda Gabona ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Továbbra is a gazdatüntetések vannak terítéken, ugye az elmúlt hetek eseményei, azok nagyon komoly befolyással vannak a nemzetközi gabonapiaci helyzetre, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy ebben lesz egyfajta változás. Ugye pénteken találkozott Emmanuel Macron és Donald Tusk, és ott elhangzott, hogy a francia gazdák vámmentességet kérnek, ugye Emmanuel Macrontól, és most csütörtökön lesz egy Európai Uniós csúcs találkozó, akkor ott akár ez szóba is jöhet, és lehetséges, hogy ezeknek a gazdatüntetéseknek pozitív hatása lehet csütörtökön? Hát jó reggelt kívánok mindenkinek, én is igen, és úgy tűnik, hogy az, ami a múlt héten elindult folyamat Brüsszelben, az folytatódott pénteken, és most már egy olyan irányba tett lépéseket láttunk, ami a szabályozott keretek között történő kereskedésnek a vágyát és a lehetőségét hozza vissza Európai Unión belülre is. Az a folyamat, ami részben a németországi gazdatüntetésekkel kapott igazán nagy publicitást, az ott elért eredményeknek a következő lépése az volt, hogy Brüsszel visszavont olyan a zöldítéssel kapcsolatos intézkedéseket, amelyeket gyakorlatilag ellehetetlenítették volna a gazdákat. Ami a mostani pénteki találkozónak a mellékszála volt tulajdonképpen, vagy annak tűnt, hogy az a mezőgazdaságról történő két nagyon komoly, nagy mezőgazdasági termelő országnak a vezetőjének a közvetlen személyes találkozója. Itt most én nem csak azt emelném ki ebből a pénteki találkozóból, hogy két komoly vezető találkozott egymással, hanem azt, hogy olyan országok vezetői, akiknek az Európai Unió gabona exportja, olajos magfeldolgozása, a gazdáknak a otthontartása, az életkörülményeknek a biztosítása, mind a kettőknek egy kulcskérdés. Ugye Lengyelország a Tusk kormány alatt is folyamatosan betartja a importkorlátozást az ukrán árukkal szemben, míg Franciaországban, Németországban és a többi nyugat-európai országban ez nem valósult meg. Ami a változás és ami a felhívás gyakorlatilag a francia termelők részéről, az, hogy azt a teljes vámmentességet, ami most szabad, ami most érvényes ott feléjük, azt szorítsuk vissza olyan keretek közé, amikor valamilyen vámot kell fizetni. Tehát nem arról van szó, hogy a teljes vámmentességet biztosítsuk tovább, hanem azt a rendszert, ami két évvel ezelőttig működött, erre elvégre az ukrán gabonára volt már egy külön eljárása az Európai Uniónak, és az elsősorban Spanyolország volt ennek a haszonélvezője, de lehetővé tette a vámmentes kukoricaimportot például, míg az világ összes többi országának csak importvámmal lehetett behozni a gabonát Európai Unióba. Most az, ami
a francia termelők részéről megfogalmazódott, az valószínűleg nem tartható, mert ők azt mondták, hogy abszolút minden legyen, abszolút teljesen vám eljárás alá, és csak vámokat kelljen fizetni az összes importált termékre. Ezt én politikailag nem látom most reálisnak. De azt, hogy létrejött egy olyan találkozó, ahol a két nagy mezőgazdasági ország, és hogyha hozzávesszük a következőt, Németországot, ahol szintén nagyon komoly sérülések értek a termelőket, hogyha ez a három ország kiáll egy új koncepció mellett, akkor ennek szerintem csütörtökön biztos, hogy lesz ez is beszédtéma a csúcsvezetők találkozásán. A csütörtök EU csúcs van, még azt megelőzően tegnapi hír volt az, hogy nagy valószínűséggel Brüsszel meg fog hátrálni, de éles viták várhatók ezzel kapcsolatban, hogy ön is mondta, három meghatározó ország, Lengyelország, Németország és Franciaországnak a vezetői nem csak fegyverkezés ügyben és Ukrajna támogatásáról egyeztettek Berlinben, hanem nyilván a gabona kérdésről, az ukrán termékeknek az importjáról, illetve azokról a vámokról, amelyek vagy maradjanak, vagy ne. A lengyeleknél nagyon nagy a fölháborodás, a franciáknál is nagy, és értelemszerűen, hogyha ez a kettő dominó elbillen, akkor az magával fogja húzni Németországot is, és egy olyan döntés születhet most Brüsszelben, ami kedvezhet az Európai Unió tagállamainak, kevésbé mondjuk az ukránoknak, ahol eleve, ha számokban nézzük, már nagyon nem jó, mert a gabonára piaci szinten igencsak nyomott, ez még megy lejjebb, kétharmados haszon van, illetve inkább veszteség van a termelés tekintetően. Számokban ez hogy jön ki? Számokban úgy jön ki, hogy pont ez a hétvégi gazda reklamációs hadjárat, ez hozta el azokat az adatokat, ami euróban kifejezve 220 euró környéki termelési önköltséget hozna a francia gabona termelőknek, és ezzel szemben a piac 150-160 eurón van az ő felvásárlási piacuk. A tőzsdei jegyzések, abban már van fuvarköltség, ez az amaz egy kicsivel e fölött van. Gyakorlatilag, ami Magyarországon is megfogalmazódott, és most az elmúlt hetekben többet mi is emlegettük meg, az elmúlt szezonban ez komoly probléma volt, hogy mekkora veszteséget termeltek a magyar termelők. Na most eljutottak a franciák is ide, és eljutottak oda, amit a németek mondtak egy hónappal ezelőtt, hogy csak azért, hogy veszteséget termeljünk, azért nem fogunk kimenni a földekre. Tehát gyakorlatilag a elsődleges probléma az abban van, hogy fölébredtek a termelők, hogy gyakorlatilag az alapvető növénytermesztési termékeket nem tudják nyereséggel előállítani. Ugyanakkor van egy biológia kényszer, van egy biológiai folyamat, amit nem lehet kiváltani egyik pillanatról a másikra. Ez az állattenyésztőknél még súlyosabban jelentkezik, mert ott hosszabb a termelési ciklus, csak ők most éppen jól járnak, mert olcsóbbak a takarmányok. Tehát van egy ilyen kettőség benne. Az, ami a piaci helyzetet még befolyásolja, hogy gyakorlatilag a fuvarozási iránti igény csökkenésével, illetve a kapacitások igen jelentős bővülésével drasztikusan csökkentek a fuvarköltségek, ami az ukrán gabona exportra történő kiszállításához kapcsolódik. Ennek van egy nagyon látványos vonulata, ez a tengeri hajózási költségek csökkenése, ami a 70-80 dolláros szintre lementek 25-30 dollárra, tehát az megharmadolódott. De egy másik érdekes fejlemény volt az elmúlt hetekben, hogy még az előző szezonban az ukrán gabonát, azt ukrán oldalon érkező paritással árulták a kereskedők, vagy a termelők, ami azt jelentette, hogy még ukrán vagonban volt az áru, és utána a vevőnek kellett kifizetnie azt, hogy az ukrán vagonból átkerüljön az európai vasúti kocsikba. Ez a kapacitás, ez olyan mértékben megnőtt, megugrott az ottani beruházásoknak és a befektetéseknek a beéréseként, hogy most már az ukrán kukoricát például, az idei betakarítású kukoricát október-decemberi szállítási időszakra, tehát nagyon messze vagyunk még a konkrét betakarítástól is, meg még a vetés sem történt meg, de már most úgy árulják, hogy európai vagonokba átrakottan. És az az ár, amivel most ajánlati szinten mozog az ukrán kukorica ára, az egy 145-150 euró környékét jelent, ami 60 ezer forint alatti árat jelent. És nekünk majd ezzel a kukoricával kell versenyeznünk egy olasz piacon egyébként, mert a CSOP Olaszország közötti fuvarköltségek is gyakorlatilag kétharmadolódtak
amíg tavaly 60-65 euró volt legalább ez a fuvarköltség, az most olyan 40-45 euró közébe állt. Tehát egy ilyen hatása is van a mostani gabonapiaci helyzetnek, hogy részben a költségek csökkenése, részben az alapanyag és a piaci kínálat bővülése miatt csökkennek az árak, és ez találkozik egy magas termelési költséggel, ellenőrzött körülmények között és biztonságos termelési körülményeket biztosító európai termeléssel. Ugorjunk vissza a kiindulási problematika körhöz, ugye a gazdatüntetéseknek tulajdonképpen a hatása, illetve a következménye. Gábor, mi van akkor, hogyha nem történik semmi? Ez a legcinikusabb változat, akkor a gazdák először hazamennek, mert nekik a tavaszi munkákat el kell végezni, és amikor ezzel végeznek május közepe, május végére, akkor utána jöhet egy még komolyabb, még határozottabb felzúdulás, és ezért én ezt a szenáriót tartom a legkevésbé valószínűtnek, mert az, hogy június 6-án ki hogy fog voksolni és mit fog voksolni, az még az utolsó pillanatban is eldőlhet. És hogyha akkor egy olyan politizálást látunk, ami nem megoldja a problémákat, csak úgy elkeni vagy elhalasztja, az szerintem mindenképpen egy negatív hatással lesz, és ez már az új termésnek, a júliusban kezdődő új termésű gabonafélék betakarításánál, ez már jelentett egy újabb jelentős felzúdulást, illetve egy értékesítési problémát gyakorlatilag. Szűk egy percen van, tisztelettel kérem, ehhez mérten válaszoljon. Amíg nagyon sok szerveződő akció az szerveződhet ideológia mentén, addig mondjuk a gazdatüntetések nem. Ott vagy megtermelnek valamit, és azt esszük, vagy pedig nem. Tehát az nem ideológia alapon szerveződik. Éppen ezért robbanhat akár, még a legrosszabb szenárió, de májusban az egész. Igen, robbanhat. Robbanhat, és ezt mindenképpen a józanság tudja csak megakadályozni, hogy ebből ne legyen egy olyan felzúdulás, ami ilyen kvázi forradalmi hangulatot jelent, mert a termelők már tudjuk, hogy ha vasvilával elindulnak, akkor azért királyokat le tudnak győzni. Vidló Gábornak nagyon szépen köszönjük, lesz miről beszélgetünk a jövő héten, és jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. És most Dunda Györgyöt kapcsoljuk Kárpátaljáról. Tegnap beszélgettünk arról Gyurival, hogy a mozgósítási törvény parlamenti vitája zajlott éppen pont tegnap. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Hogyan zajlott a vita, és mire jutottak tulajdonképpen a képviselők? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, egyelőre a Parlament Védelmi Bizottsága tárgyalja több mint 4000 módosító indítványt, és a tegnapi nap folyamán mintegy 600 ilyen módosító javaslatot vitattak meg. Amit tudunk, az Dmitro Razumkovtól tudjuk, ő az korábbi ukrán házelnök Volodymyr Zelenszkij egykori bizalmasa, ma már konkurense. Ő elárulta, hogy sikerült módosítani egy ponton, így ezentúl, amennyiben elfogadják az új jogszabályt természetesen. Ezen túl csak úgy igazoltathatnak utcán közlekedő férfiakat, hogy a toborzót is köteles lesz bemutatkozni, megnevezni a családi nevét, keresztnevét, adatait, illetve bemutatni a hatóság igazolványát is. Ugye jelenleg ilyesmiről szó sincs, hanem akit látnak, azt erővel mozgósítják. Viszont ugye nagyon sok videó jelenik meg, itt a Hír TV néző is számtalan ilyen videót láttak, ami az erőszakos mozgósítást mutatja be, naponta jelennek meg ilyen képi anyagok Ukrajnában. De van egy módosító indítvány, ami szerint ezentúl tilos lesz fotó, illetve videóanyagot készíteni a toborzó tisztek utcai munkájáról, és amennyiben ezen nem változtatnak, már pedig a tegnapi nap folyamán ezen nem sikerült módosítani, ez azt jelenti, hogy eltűnhetnek a médiákból, a közösségi médiaterekből az ilyen videók, mert hogy aki ilyet készít, vagy aki ilyet bemutat, annak büntetőjogi felelősséggel kell majd viseltetni a dolga iránt, úgyhogy így próbálhatják egyébként elnémítani az ilyen hangokat, melyek az erőszakos mozgósítást mutatják be. További részletek egyelőre nem derültek ki, de miután a 4000-ből csak 600 indítványt vitattak meg, és ezt is még csak a parlamenti bizottsági szinten, így az kijelenthető, hogy bizonyára el fog húzódni ennek a törvénynek az elfogadása.
Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is, Gyuri. Újabb videók láttak napvilágot, és jelentem meg azzal kapcsolatban, hogyan menekülnek a toborzó tisztek elől. Ezt tudjuk majd illusztrálni is, és ezt kiegészítem azzal, hogy az Azov parancsnok a helyettese kitalált valamit, hogy hogyan lehetne szerinte kordában tartani és mozgósítani. Ezt a kettő témát összekötném. Hogy vannak pontosan ezek az esetek? Igen, így van, ezek kapcsolódnak a mozgósítási top témához, hát jelenleg még bemutathatóak ilyen videók. Új elem ezekben, hogy az egyiket Lemberg, a másikat pedig Mikolajiv megy egyik városában, Juzsno-Ukrajinszk városában rögzítették, amely képeken az látható, hogy a toborzó tisztek odalépnek egy-egy járókelőhöz, ők pedig nem kezdenek magyarázkodásba, mi egymásba, hanem egyszerűen a legegyszerűbb módját választják a menekülésnek, és megpróbálnak nemes egyszerűséggel elfutni a toborzó tisztek elől. Az egyik videón az is látható majd, hogy megpróbálják üldözőbe venni, de néhány méter megtétele után feladják a futóversenyt, illetve a másik esetben is a futásnak keret férfit végül is elengedik, és nem mennek utána, úgyhogy van, aki a menekülésnek ezt a roppant egyszerű, de a jelek alapján nagyon hatásos módját választják. Illetve hát a másik, amit az Azov helyettes parancsnoka mondott, az már ennél sokkal veszélyesebb és rémisztőbb dolog. Cisaruk azt mondta, hogy a mozgósítási törvénytervezet vitája kapcsán szólalt meg, és azt nyilatkozta, hogy ő az Azov ezred katonáival nagyon szívesen fölvállalja a toborzóirodák munkáját, és majd ők maguk indulnak a hadköteles korú férfiak felkutatására, és az ő munkájuk sokkal hatékonyabb lesz a toborzóirodák munkáinál, hiszen szavai szerint ők biztosan megtalálják azokat is, akik jelenleg bujkálnak a mozgósítás elől, vagy akik nemes egyszerűséggel pénzzel próbálják kivásárolni a szabadságukat, illetve azt, hogy ne vigyék el őket katonának, és nem öregeket fognak bevonni a hadseregbe, hanem erejük teljében lévő fiatalokat, fenyegetőzött az Azov hadtest helyettes parancsnoka. Az oroszok idén 16-szor annyi bombát dobnak le átlagban, mint 2023-ban, erről pedig az ukrán védelmi miniszter helyettes beszélt. Ez minek köszönhető, illetve ez hogyan csapódik le a hátországban, hogyan reagálnak erre? Igen, ez így van, és erről Ivan Havriljuk védelmi miniszter tett kijelentést tegnap, egy statisztikával is előhozakodott, és pedig azt mondta, hogy 2024 első 77 napja során mintegy 3,500 bombával támadtak az oroszok ukrán állások ellen, ami azt jelenti, hogy napi átlagban 45 ilyen támadás volt, és ez a 2023-as adatokkal összehasonlítva mintegy 16-szor nagyobb számot mutat. És valóban az van, hogy ennek az új gyakorlatnak köszönhetően a nem kellően előkészített ukrán védelmi állásokat nagyon könnyen felszámolják ezek a megszaporodó orosz légitámadások, bombatámadások. Ennek nyomán értelemszerűen sokkal nagyobb az elesett katonák száma, hiszen ez nagy pusztítást végez a személyi állományba is, illetve értelemszerűen a nyugati haditechnikát is megsemmisíti. Talán ezzel kapcsolatos, hogy az elmúlt napokban, hetekben a korábbiakhoz képest több olyan fotó terjed az interneten, melyen kilőtt, megsemmisített, elpusztított nyugati haditechnikák, tankok, harckocsik és egyebek láthatóak. Ez is jelzi, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ukrán hadsereg a fronton, ezért van szüksége újabb támogatásra, elsősorban fegyverkészletekre, tüzérségi lövedékekre, légvédelmi rendszerekre, és ezért is próbál a kijevi kormányzat, a kijevi vezetés sürgetni a nyugati partnereit, elsősorban az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul nyújtsák el ezeket a támogatásokat, amíg nem késő. Gyuri, az Amerikai Egyesült Államok is szeretné segíteni abban Ukrajnát, hogy minél kevésbé legyen korrupt ország. A Pentagon elindított egy honlapot, itt lehet bejelenteni a korrupciós eseteket. Mennyire meglepő ez az Amerikai Egyesült Államok részéről, illetve hogyan lehet bejelenteni egy korrupciós esetet?
Igen, hát talán annyira nem meglepő, mert ugye az amerikai társadalomban is egy élénk vita zajlik arról, hogy az Ukrajnának nyújtott hatalmas pénzügyi támogatások, illetve fegyvertámogatások minden esetben megfelelően hasznosulnak és rendeltetésszerűen használják-e fel ezeket az eszközöket. Ennek nyomán született a Pentagonban az elhatározás, hogy létrehoztak egy honlapot, melyen akár keresztül bejelentést is tehetnek azok, akiknek tudomásuk van olyan korrupciógyanús esetekről, melyek az amerikai támogatásokkal kapcsolatban hozhatóak. Ezek anonim bejelentésre van mód a Pentagon közlése szerint, és ez a honlap bemutat 20 olyan amerikai ügynökség munkáját is bemutatja, melyek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban állnak az amerikai segélyek kiutalásával, mely ügynökségeken keresztül jutnak el a pénzek Kijevbe, Ukrajnába. Ugye tudjuk, a jelenlegi amerikai belpolitikai vitában a republikánusok amellett érvelnek, hogy ha támogatják is Ukrajnát, akkor ezt kölcsönök, hitelek formájában tegyék, nem pedig öntsék ellenőrizetlenül a pénzt, tehát hogy ezt vissza kelljen adni a Kijevnek, ami nyilván ilyen jellegű támogatás nem egészen szerencsés egy nagy bajban és gazdasági nehézségekkel küzdő ország számára, illetve azt is tudjuk, hogy már korábban is kijelöltek Washingtonban pénzügyi főfelügyelőt, akinek az a feladata, hogy ezeket a támogatásokat ellenőrizze, de most az amerikai társadalom megnyugtatására szolgálhat ennek a honlapnak a beüzemelése, illetve Kijevben is nyitottságot mutattak, korábban elhangzott az elnök iroda részéről, hogy minden nemű vizsgálat elé állnak, hogy az amerikaiak megnyugodjanak, és annak nyomán újabb pénzeket utaljanak ki Ukrajnának. Dunda György, köszönjük szépen ma is, holnap innen folytatjuk majd.